Sziasztok, itt Teacher Lucky, élőben jelentkezem a Vörösmarty téli karácsonyi vásárról, ami tavaly sajnos elmaradt, és nem az érdeklődés hiányában, hanem mert Kínában valaki megevett egy denevért. Idén viszont bevezetek pár óvintézkedést, egyrészt kevesebb árus van, hogy ne legyen bent akkor a tumultus, másrészt csak oltási igazolvánnyal lehet belépni, úgyhogy mindent megtesznek a biztonságért, ez egy hatalmas pluszpont. Mivel a vásár a belváros legbelvárosi részén van, így az autó talán nem a legjobb ötlet, de nincs ok aggodalomra, ugyanis megállít a 2-es metró, a 3-as metró, a föld alatt is, ahogy rengeteg busznak és villamosnak is van itt megállója, úgyhogy tömegközlekedéssel is tök jól ide lehet jönni, és így legalább lecsúszhat pár forralt bor és rumos puncs is. A videót a Budapest Brand támogatta, ők szervezik a vásárt, és csak annyit kértek tőlem, hogy úgy mutassam be, ahogy én szeretném. Én pedig úgy szeretném bemutatni, hogy minél többet eszem. Úgyhogy menjünk! Szerintem vannak ezek az 1500-as tálak. Kipróbálják egy öröket. Köszi szépen! Gyerekkel vagyok! A karácsonyi vásár nem arról híres, hogy nagyon olcsón jól laksz, azért elég magasok az árak, viszont idén figyeltek arra, hogy 1500 forintért, 1500 forintos egységárért legyen egy tál étel, amit vehetsz, és ez az egy tál étel, bevallom, egy nagyon kellemes csalódás, mert hatalmas nagy. Ez itt egész pontosan, szökik a szalvétem, zöldséges csirkemell krumplival, és egy hatalmas adag. 1500 forintért nem csak itt a karácsonyi vásárban, de bárhol máshol is megérné. Nem tudom, hogy fogok még kóstolni, mert ezzel simán jól lakok. Ez isteni jó. Szóval hogyan ne hagyunk ilyen a karácsonyi vásárban? Így. Tudni kell ezeket a trükköket. Ja, ki is van írva a sarokban. Pont mondani akartam, hogy nem látom, de ott van állás piros betűvel ki van írva a sarokban. Úgyhogy próbáljátok ki. Arra vagyok kíváncsi, hogy az egy tál étel az mindenhol ugyanaz, vagy különböző. Ezt ki fogjuk deríteni mindjárt. Kezdem azt gyanítani, hogy az 1500 forintos menő jobban megéri, mint a teljes áru. Az még giga nagy. Mi ez? Végig kérdeztem, milyen 1500 forintos menük vannak. Van, ahol rántott hús van rántott zöldséggel, és van, ahol gulyásleves. Én végül ezt a csülköt választottam, nyilván, mert ez a leghízlalóbb. Kaptam körülbelül 2 kilót. És a legjobb az egészben, hogy nem csak nagy, nem csak olcsó, de tényleg jó is. Tehát nem azt adják oda ennyire, ami senkinek sem kell, hanem tényleg valami olyat, ami finom. Az biztos, hogy több ilyet nem tudok bevállalni, mert ezek hatalmas adagok, kidobni kár lenne, úgyhogy szerintem rámegyek majd az édességekre. Több a hús, mint a zöldség. Kenyeret nem kértél hozzá? Kenyeret? Foglaljam a helyet kenyérrel, normális vagy? Ez például tömény zsír. Annyira jól esik. Én ettem már néhányszor karácsonyi vásárban, és ennél sokkal többet fizettem, és sokkal kevesebb kaját kaptam. Jobban bemutatom, ez egyébként csülök és egy csomó zöldség. Azt tanácsolom, hogyha eljöttök a karácsonyi vásárba, akkor hozzátok az egész családot, rendeljetek egy ilyet, kérjetek 5 pár evőeszközt, és mindenkinek elég lesz. Annyi zsír rakódik rám a húsról, hogy lassan levetem a kabátomat, mert nem fázom. Növölget az úszógumi. Következő videóm címe az lesz, hogy hogyan dolgozzuk azt a plusz 15 kilót, amit 2 óra alatt szedtem fel a karácsonyi vásárban. Belefulladok. Így csücsülök, fogy közben a csülök. Ja, egyébként lehet elvitelre is kérni, megkérdeztem, úgyhogy következő 2 hétre megvan az ebédem. Ha itt dolgoztok a környéken, akkor javaslom, hogy gyertek ki akár napközben is, mert annyira olcsón és annyira nagyot lehet enni, hogy simán megéri. Figyeljetek el, rossz lenne, elmondanám, de nem az. Nagyon sok kisgyerekes családot látni, sokan jöttek ki gyerekkel.
Vasárnaponként az adventi gyertyát is meg szokták gyújtani, még egy hiányzik, és aztán itt a karácsony. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Baráti társaság, a barátomék családja, a Kia cég, ők a művészek, köztük van a Tündi is például, aki a képeket készíti, és így összefogtunk, és akkor én viszem az értékesítési részt. Régebben festettem is, de most már van egy Szentendrén egy boltunk, ahol én vagyok állandóan az árus, és akkor a boltban, és akkor ugye én nem tudok már festeni. Koala! 2-től 11 éves korú gyerekek a fővevő csoport, de volt már olyan is, hogy fiatal pár vett magának pici lakást, mert épp lakásra gyűjtöttek, és akkor viccből vettek egyet maguknak két kis emberrel. Olyan hideg van. Miért nem lett a karácsonyi vásár nyáron? Szia, Lili vagyok. Balla György által létrehozott stúdió, és ott vagyunk. Igazából most már baráti társaságnak mondanám, mert nagyon jóba lettünk, meg közel kerültünk egymáshoz, egyébként idegenekként kezdtük. Ők igazából már több éve, én most fél éve csatlakoztam be. Én csináltam ezt a rénszarvast, meg ezt a gombát is én csináltam például, meg az egerekben segítkeztem. Nekem ez a legelső évem. És hogy érzed magad? Jó, ezt szeretem a karácsonyi vásárt, jó a hangulat, meg tényleg nagyon, mindenki annyira boldog itt, úgy érzem. Tényleg ez így szerintem az egyik legszebb ünnep, úgyhogy jól érzem itt magam, meg a vásárlók is hál' Istennek. Két fő vonal van ennek a üzletnek. Egyik családcentrikus, ez az egy családcentrikus, kettő személyre szabható. Családi vállalkozás Tóth Gabriella és Mátrai Gábornak a családjával, és velük dolgozom együtt. Hányadik karácsonyi vásáruk? Hát őnekik itt a téren talán a 8., nekem a 16. Összesen összeszámoltam, mindegy 3,5 évet töltöttem a téren. Minden karácsonyi vásárnak volt egy különös sajátos hangulata. Nyilván a történelmi és a szociális környezet az meghatározza azt, hogy ennek milyen a feelingje, hogy most keletiek, nyugatiak, milyen vegyesen. Befolyásolja a közérzet, hogy nem csak hogy a magyaroknak, hanem Európában, alapvetően Európában milyen az embereknek a közérzete, és ennek megfelelően a karácsonyi vásároknak a hangulata is alakul. Mivel hogy Bécset és Prágát bezárták, ezért nagyon sokan jöttek onnét át, hogy egy élő karácsonyi vásárban lehessenek részt, illetve olyan kézműves termékeket tudjanak vásárolni, ami nem tömegtermék. A finom fogások és az árusok mellett vannak finom innivalók is, például ihatunk forralt bort, amit kérhetünk vásáros bögrében, és ha édességet ennénk, akkor van kürtös kalács, vagy például gesztenye, sült gesztenye. Nehogy már úgy menjek haza, hogy nem veszek egy jó kis kürtös kalácsot, ami ezúttal diós. Csak kártyával lehet fizetni. Érintésmentes fizetés, ezt mondja a néném. In English. Megdöntötték végre. Elnézsélek! Nem volt ez a ez minden voltam? Mutatok ennél jobbat. Én vagyok a karácsonyi vásár díler. Sült gesztenye.
lemozogtam azt a csomó kaját, amit ettem, úgyhogy megérdemlem a kürtős kalácsot, megérdemlem Gesztenyit, megérdemlem erről szó, mondjuk, hogy most már belém fér. Egyébként az árusok 8-ig vannak nyitva, a kajás részek 9-ig, az egész vásár pedig december végig látogatható. Én idénre búcsúzom, ez az utolsó videóm 2021-ből, jövőre innen folytatjuk. Mármint nem minden a karácsonyi vásárból, hanem ugyanígy lesznek majd videók, utazós videók, minél több, és idén én már csak annyit kérek, hogyha tetszett ez a rész, akkor nyomj a like-omra és iratkozz fel, ugyanúgy megtalálsz Instagramon és Facebookon is, ahol továbbra is rengeteg utazós fényképet fogok feltölteni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, 2022-ben folytatjuk! Ja, kellemes karácsony és boldog új évet! Tartsd meg az aprót, te mocskos állat!